Folytatjuk tovább a délelőttöt, visszatért az élet a Bónum TV stúdiójába és szerkesztőségébe, a technikai gondokért, problémákért pedig ezúton is megértésüket kérjük, és köszönjük, hogy velünk tartottak, mert hogy folytatjuk a délelőttöt érdekes témával, méghozzá az emberhalász szemináriumról fogunk beszélgetni. Itt van már velem a stúdióban Barta Angéla, szociális testvér, dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenki, amen! Szeretettel köszöntelek nálunk, most nem a megszokott környezetedben, hanem a délelőtt stúdiójában emberhalász szemináriumot szerveztek. Hát mit jelent ez? Ugye az emberhalászatról ugye olvasunk a Bibliában, a Szentírásban. Jézus az apostolokat elküldte, hogy hirdessék az evangéliumot, de valamennyiünket, akik hiszünk Jézusban, és az ő tanítványai vagyunk, elküldött, hogy a környezetünkben tegyünk tanúságot. És az a tapasztalatom, hogy nagyon kevéssé tesszük meg, mert félünk, mert bizonytalanok vagyunk, egyszerűbb nem megszólalni. Mondok erre egy példát. Nem olyan régen egy bérmálkozó csoporthoz mentem el lelki gyakorlatot tartani, és megkérdeztem a fiatalokat, akik nagyon szép létszámban is és korban is voltak jelen, hogy na és a környezetetek tudja azt, hogy ti hívők és keresztények vagytok? És megkérdeztem konkrétan a 12-es nagyon szimpatikus lányt, és azt mondja, nem kötöm az orrukra. Bérmálkozásra készül, és nincs benne az, hogy én nekem ez a küldetésem, hogy továbbadjam az örömhírt. Tehát nagyon fontos nekünk is ezt tudatosítani, és ezért ez az emberhalász szeminárium abban segít, hogy részint tudatosítsuk, hogy mi a mi hitünknek az alapja, és sok gyakorlaton keresztül beszélünk arról, hogy hogyan adnánk tovább. Na még akkor maradjunk itt az elejénél, hogy vajon ez a 18 éves fiatal lány, aki mondjuk valószínűleg nem vallásos, vagy nem egyházi iskolába jár, de mégis a bérmálkozásra készül, hogy ő neki miért nehéz mondjuk a hitéről beszélni a saját kortársaival. Ez miért lehet így? De gyerekeket, tehát gimnazistákat tanítasz. Így van, megértem őket, mert a környezetük nagyon nagy többségben hitetlen. És nem trendi kereszténynek lenni. És éppen ezért nagyon sokan úgy bele simulnak ebbe a környezetben, amiben élünk, és nagyon érdekes lenne, hogyha bemennénk egy osztályba, és megkérnénk, hogy tegye fel a kezét, aki mondjuk megvan keresztel, vagy hány százaléka lenne, illetve mennyi az, aki ifjúsági csoportba vagy hittanra jár. Azt gondolom, hogy egy jó pár feltenni a kezét, és a többiek meg néznének, hogy és ti. Tehát ez nincsen bennünk, hogy merjük továbbadni az örömhírt. Az idősebb korosztálynál jobban megértem, mert sokkal jobban belement ez a mentalitás, hogy hallgatni kell, a kommunista időszakban veszélyes volt. Igen ám, de hát hány éve történt a rendszerváltás? És még mindig bennünk van ez, és mondok erre egy példát, egy nagyon egyszerű példát, hogy amikor én gyerek voltam, megtanította az atya, hogy keresztet vessünk, hogyha keresztet látunk, vagy templom előtt vagyunk, és azt látom, hogy az emberek a legritkább esetben vetnek keresztet. Tehát alig látok embert, aki keresztet vett. Hát emlékszem nekem a nagyszüleim például, ők tették meg ezt például, hogyha elmentünk egy templom előtt, de hogy nagyon ritkán, tényleg évente egyszer látok ilyet, mondjuk én is a buszon vagy villamoson, amikor megyek a városban. Ez egy hitvallás. Tehát én köszöntöm ott Jézust, köszöntöm a keresztet látva Jézust. Múltkor történt egy nagyon bájos dolog, ponton buszon mentem, Újpesten, mellettünk éppen elsuhantunk a templom előtt, keresztet vetettem, egy olyan 22 év körüli fiatal látta, mosolygott, és ő is keresztet vetett. Ez a példa, nyilván, hogy ő hívő volt, és katolikus, de ez a példa áthat a társadalomra. Néha ennyiről van szó, néha egy-egy gesztusról. De arra biztatjuk pontosan a jelenlévőket, hogy merjenek lépéseket tenni tudatosan és imádságban. Tehát Jézus mindig imában
az atyával való kapcsolatból ment, tanított, gyógyított, és nekünk is van egy élő kapcsolatunk Istennel. Elhoztad nekem az emberhalász szemináriumnak a szórólapját, akkor vegyük végig, hogy kiknek szól ez a szeminárium, kiket vártok erre az alkalomra? Megvalljuk őszintén, hogy vannak feltételek, tehát 16 évtől fölfele, de olyanokat, akik a szívükben azt merik mondani, hogy én már megtértem. Nekem élő kapcsolatom van Jézussal, mert azt tud beszélni, azt tudja átsugározni az életén keresztül az örömhírt, akinek nem muszájból van hite, hanem élő, személyes kapcsolata van Istennel, és ezért azt javasoljuk, hogy aki végzett mondjuk Szentlélek szemináriumot, kurziót, alfakurzust, fülökkurzust, újéletkurzust, vagy akár Antiohiát, azokat hívjuk, hogy vegyenek részt. Tehát ez ráépül azokra a képzésekre, azokra a lelki gyakorlatokra. Mit jelent ez akkor a gyakorlatban? Hogyan fest egy ilyen szemináriumi alkalom? Tehát ez 2 órát jelent, természetesen imával kezdjük, és mindig lesznek bizonyos jó kis házi feladatok, amik egy-egy napnak egy-egy igehelyét jelenti, vagy egy-egy nagyon egyszerű kihívást. Például ilyen, hogy vessünk keresztet a templom előtt. Pontosan, erre kérjük. Vagy kutassanak olyan eseményeket, amelyek a világban éppen zajlanak, és arra mi hogyan reagálnánk. Tehát nagyon mai, ilyen értelemben, van természetesen előadás, a kérigma pontjait, vagyis az atya szeretetét, a bűn, a megváltás, a hit és megtérés, Szentlélek, és a közösség témát újra magunkévá tesszük, de azt nézzük meg, hogy hogyan beszélnénk erről különböző szituációkban. Hozzá kell tenni, hogy olyan jelenségekkel is foglalkozunk, és olyan kérdésekkel is, mint például az ezotéria. Tehát lesznek olyan tanúságtevők, akik elmondják, hogy ebbe benne voltak, hogyan szabadultak meg, mit lehetne ezeknek az embereknek mondani, akik a környezetünkben ebbe belekerültek. Leírjátok, hogy tudatosan, gyakorlatiasan és lélekben zajlik majd ez a szeminárium. Engem most egy kicsit a gyakorlatias rész érdekelne. Azt írjátok, hogy szituációs gyakorlatokban modelleztek különböző helyzeteket, és aztán megbeszélitek majd, hogy hát ilyenkor hogyan is kellene viselkedni, és akkor itt most utalnék még a korábban említettekre, hogy hát nem kötöm az orrukra, ugye azt mondta ez a fiatal lány, hát akkor hogyan kellene az orrukra kötni, vagy milyenek ezek a szituációs helyzetek, amik mondjuk egy 10 éves fiatal életében felmerülhetnek? Az első alkalommal bemutatunk mi magunk, akik a teamben dolgozunk, egy szituációt, hogyha beszélgetnénk valakivel, az egyik hitetlen, a másik pedig hívő, akkor hogyan jó beszélgetni, nem lerohanva, mit mondunk el, hogyan reagálunk a másiknak a gondolatára, hogyan követjük őt, és hogyan próbáljuk kicsit tágítani az ő látását és az ő szívét. Érzelmeken és értelmi belátásokon keresztül, utána pedig részint mi adunk szituációkat, hogy megkérjük az összes résztvevőt, hogy egy-egy szituációban vegyen részt, és átélje, hogy milyen az. Volt egy ilyen tapasztalatom, amikor ilyen szituációba belevittünk egy testvért, utána elmondta, hogy nagyon hasonló szituációba került a munkahelyén, és ez nagyon sokat épült belőle. De milyenek lehetnek ezek a szituációk, vagy hol lehetnek ezek a helyzetek, mondjuk iskolában? Mindenféle szituációt, például ha fiatalokról van szó, akkor kitalálunk, hogy van egy parti, aminek a szünetében például kimész, és látod a másik is ott pihen, tehát nem rohan, nem mással beszélget, hanem van arra lehetőség, hogy kicsit beszélgessünk. És akkor elkezdenek beszélgetni, és akkor kiderül, hogy az egyik hívő, a másik nem, hogyan reagál erre, nyitott erre, zárt erre. És ebben a beszélgetésben próbálja az Isten szeretetére irányítani a figyelmet, ha tudja. De ez nagyon fontos, hogy amentén haladunk, amit a nem hívő követ. De mégis a hívő fél kezdeményezi a beszélgetést, oda megyek, hogy
Szia, te hiszel Istenben? Én hiszek Istenben. Vagy hogy kezdődik egy ilyen beszélgetés? Hogy kezdődik egy ilyen szituáció, egy ilyen helyzet? Ez túlságosan erős lenne. Hát igen. Azt kell megkeresni, hogy az az illető, aki éppen miben van benne. Ha például szomorú, akkor mellé lehet állni, és lehet vigasztalni. Ha fáradt, akkor ki lehet fejezni, hogy nekem mi ad erőt. Mi az én erőforrásom? Ki az én erőforrásom? Tehát mindezekbe meg lehet találni, hogy hol van az a rés, amiben ő nyitottabb, és igent akar mondani az Istenre. És ami nagyon fontos, de nagyon fontos, hogy kifejezni azt, hogy Isten szereti őt. És ezt nem csak hitetlenek környezetében, hanem hívőknek is nagyon fontos megerősíteni. Nézzük meg akkor, hogy hol lesz és mikor lesz ez a szeminárium, illetve hogy akkor hogyan lehet jelentkezni. Azt már tudjuk, hogy fiatalokat vártok, azokat, akiknek, hogy mondjam, van már egy előképzettsége egy etéren. Jelentkezett, április 4-én kezdjük ezt a képzést, 9 alkalommal lesz szerdánként, egymás után, és a Józsefvárosi plébánia első emeletén. Jelentkezni legegyszerűbb, most azt tudom mondani, hogyha valaki a Város Misszió Facebook oldalára felmegy, oda fel van, meg van jelölve ez a program, mert van ennek is egy önálló Facebook oldala, csak kicsit bonyolult elmondani, tehát ez lesz a legegyszerűbb. Városmissziót kell keresni. Április 4-én, tehát már itt a húsvéti örömmel fogtok nekivágni ennek a szemináriumnak. Nagyon szépen köszönöm, Angéla testvér, hogy itt voltál velünk, és akkor áldott napokat kívánok neked, áldott húsvétot kívánok. Én pedig mindenkinek azt, hogy merjen evangelizálni már ezen a nagy héten, mert Jézus megérdemli. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.